Február 15-től a felnőtteknél 7 napra rövidül a karantén kötelezettségi időszak, a határidőtől az számít majd oltottnak, aki már 3 oltást kapott. Egy 7 millió forint értékű lélegeztető gépet vehetett át a híres koraszülöttekért közhasznú alapítvány ma délelőtt. A felajánlásnak köszönhetően az egyik legmodernebb eszköz kerülhet a kórház újszülött és koraszülött osztályára. Tovább folytatódik a fenyőfák elszállítása Kecskeméten, holnap Kadafalváról és Szarkásváros részből viszik el a fákat, a fenyőket a hagyományos szemétgyűjtők mellé vagy helyére kell kihelyezni, díszek nélkül. Letartóztatták azt a 30 éves férfit, aki egy autóbuszon késsel fenyegette meg utastársait, mert nem kapott tőlük cigarettát. A kunszentmártoni lakos több alkalommal belevágta az előtte lévő ülés fejtámlájába a kését. Katonás futszálosok állhattak dobogóra az idei első diákolimpián. A csapat a január 14-e és 16-a között Veszprémben megrendezett tornán az 5.-6. korcsoportban érte el kiváló eredményét.